ő hajthatatlan, nem állt velünk szóban. És hát elzárkozik mindentől, nem akart nyilatkozni, azt mondta, hogy a mai nap folyamán birtokoldás meg fog történni. Mondtuk, hogy kizár dolog, aztán megfenyegetett, hogy hát kamera rögzíti, hogy mi betámadtuk őt. Hát vállaljuk, nincs probléma. A Tóth Béla meg a Pókalaci elmentek a rendőrségre feljelentést tenni. Ettől függetlenül ma este 10 óráig még kijöhetnek a végrehajtók. Úgyhogy holnap már nem, de a mai nap folyamán igen, sajnos. Úgyhogy várjuk, végrehajtó most készül, hogy ő ki fog vonulni. Nincs arról tudomásunk, hogy bárki ott lett volna a végrehajtó, végrehajtást kérő, vagy éppenséggel rendőrség. Én szerintem egy maga fog kijönni. Mi tájékoztattuk részemről, én tájékoztattam, hogy teljes mértékben törvénytelenül jár el, amennyiben a mai napon kezdeményezi egyáltalán a birtokvadást. Meg ráadásul reggel 8 órakor nem jelent meg, azt jelenti, hogy a későbbiekben már nem kezdheti el. De valahol mégis törvény szerint este 10 óráig kívülhetnek. És most ezt a 10-ig fogtok? Követelése van neki? Semmire magyarázatot nem adott, kérdésekre nem válaszolt. Tehát úgy vettük észre, mint hogyha ő félt volna, ott matyogott magába a kolléganőjének, nemleges kérdéseket tett föl, de személyesen nekünk nem válaszolt semmire. Tudnélik, megvan, hogy miért. Amit egyetlen egy dolog, amit itt láttam a papírokból, hogy maga az elmaradt költségek az rendben van, meg lett térítve. Én kérdőre valószínű, mondtam, hogy az időben, amikor elvereztik az ingatlant, 2 hónap volt, 60 nap volt az az időszak, amit ő hirdethette az elverezést. Az idő alatt már pont 6. hónapban be lett fizetve a teljes tartozás. És ugye tudomásunkra jutott az is, hogy ugyanis ők elverezték az ingatlan, de erről nem értesítették, nem számoltak el a felek, nem értesítették magát a társaság kezelő társaságot, aki kérte a végrehajtást. Mert ugye itt az befolyt összegből el kellett volna nekik számolni. Nem a végrehajtási költségeket akarják itt behajtani. Nem. Mikor árverezték az ingatlant, ugye ott az új tulajdonos megvásárolta ezt az ingatlant. És ott a fennmaradt tartozást abból ki kellett volna egyenlíteni. Tehát a végrehajtónak is, meg maga a végrehajtást kérőnek is kellett volna jelentkezni, ez nem történt meg. És minden esetben a végrehajtó nem válaszolt a levelekre, maga az új tulajdonos sem válaszolt a levelekre, úgyhogy tudják, hogy itt nem törvényesen járnak, értefeketően próbálkoznak. Tudattam azt is a végrehajtóval, hogy ugyan a kiértesített levélben az áll, hogy rendőrségtől karhatalmi segítséget kért, és erről a rendőrségnek nincs tudomása. Ő tiltakozott, erre az egyre válaszolt, és azt mondta, hogy már pedig lenne a rendőrséget, ő értesítette. És mondtam, hogy mi is kértünk segítséget a rendőrségtől, hatan vonultak ki, megerősítették központba, betelefonáltak, hogy a mai napra karhatalmi segítséget nem kért a végrehajtó. Na most a következő pillanat meg a végrehajtás kéréséhez, tehát a karhatalmi segítséget, egyelőre majdnem minden területi kapitányság átruházza a készenlétű rendőri ezrednek. Átruházza, az tény és valóban erről tudomásunk, de a kerületi kapitányságról is egy-két személynek ki kell vonulni. Tehát a kerületieknek jelen kell lenni. Közbiztonsági osztálynak. Pontosan. Úgyhogy én meggyőződésem, hogy ez csak egy próbálkozás volt a végrehajtó részéről. Ez csak egy fenyegetőzés volt, és a mai nap folyamán itt nem fog semmilyen birtokbadás történni. Emma, kell szólni a hívjáknak, a közi edzőnek, hogy a felfüggesztési határozatot adja ki. Semmi más. A közjegyző felfüggesztési határozatot nem adhat ki. Közjegyző birtokvédelmet adhat a céggel szembe, de az nem, hogy hívják. Ettől függetlenül itt nem tiszta az az ügy sem, hogy ugye a végrehajtást maga a társasház kérte. Ugye? Társasház kérte a végrehajtást. Viszont már van új tulajdonos bejegyezve az ingatlanba. Ők nincsenek jelen. Tehát ők egyáltalán nem is tudom, hogy akarnak, mit akarnak birtokba adni, mikor nem ő kérte az új tulajdonos, akit be akarnak költöztetni az ingatlanba. Hát itt, de nem tudja, csak végrehajtás útján. Az, hogy ő elverésen egy ingatlant megszerzett, az egy dolog. Itt az lehet, hogy csak
itt elsiklottak bizonyos papírok fölött. Tehát rájött, hogy a határidő szorítja, és ezért el akarta befejezni. Nincs lezárva. A közös képviselő társaság korábban értesítette a végrehajtót, hogy állítsák le az ügyet. És ők erre nem reagáltak. Erre nem reagáltak. Ez a papír megvan. Megvan, igen. Erre megvan, és erre a végrehajtó nem reagált sem, ahogy hívják az ő tulajdonos. Hát ezt nem teheti meg. Persze, hogy nem teheti meg. Attól függetlenül van egy olyan érzésem, hogy a mai napon nem fognak kivonulni, mert ott egymagában szerencsétlen toporzék volt, súrolta a kezeit, de én szerintem ő tudta, hogy nem törvényesen jár el, és fél. Szerintem itt rá akarták ezzel. Én nem gondoltam, hogy ilyen. Azért sumákolták el a papírokat, mert akarják tenni a kezüket esetleg. Ilyen hátulról az egészre, nem? Tehát, hogy azért... Én véleményem szerint abban az esetben lehet szó erről a birtokvadásról, ha valóban az árverezés után, közvetlenül 30 napon belül megtörtént volna a kiegyenlítés, és a közös képviselőtársaság ki lett volna fizetve. Próbálkoztak volna legalábbis a kifizetéssel. Ugye nem volt mit, mert már közben az Andiék ugye rendezték a tartozást, de a levelezés elakadt a közös képviselőnek a leveleire, amikre hajtó nem válaszolt. Mert ugye kérdőre mondták, hogy elverezés útján mi történt az ingatlannal. Hogy kiegyenlítette, akkor most hiába mondják ők azt, hogy elfalódott ez a levél. Hogyha őnek a kezében van ez a papír, ő erről bárhova tud egy fénymásolatot továbbítani, hogy ez kiegyenlítésre kerül, tehát mielőtt még a végrehajtás elindult volna. Így van, pontosan. Attól függetlenül a végrehajtó azt mondta most az előbb, hogy ki fog jönni. Tehát várjuk, megvárjuk, jöjjön ki, és akkor majd szobálunk. Rendőri segítség nem fog jönni, mert a rendőrség az úgy működik, hogy előtte szólni kell. Az, hogy a végrehajtó ugye levélbe értesítette a feleket, hogy a mai napon birtokvadás történik 8 órakor, a rendőrséget is ki kellett volna értesíteni, ami nem történt meg. Ugyan ő azt írta a levélbe a végrehajtó, de a rendőrök megerősítették, hogy ez nem történt meg.